Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az előttünk álló törvényjavaslat az egészségügyi ellátórendszer megújításának ürügyén parancsuralmi egészségügyi centralizációs törekvések betetőzésének is tekinthető, ami mellőzi a kormány hosszú távú egészségügyi koncepciójának, a szakmai indokoknak, a hatástanulmányok eredményeinek és a részletszabályoknak az ismertetését. A kormány lényegi szabályokat utólag rendeleti szabályozással akar megalkotni, így már érthetővé válik, hogy az 5. Orbán kormányban miniszterelnök úr miért nem egy szakmai alapon szerveződő önálló egészségügyi tárcában, hanem a rendészetért felelős miniszterben látta az egészségügy megrendszabályozásának a biztosítékát. A kormány rezsi megszorítások és a katatörvény módosítása után egy újabb jelentős átalakítást jelentő szabályozást akar kellő idő és előzetes társadalmi vitára bocsátás nélkül keresztül vinni, miközben felesleges nemzeti konzultációkra milliárdokat költ. A törvényjavaslat nem tekinthető az egészségügy átfogó stratégiai javaslatának, mivel kulcsfontosságú kérdésekkel, mint például a finanszírozás és a köz- és magánellátás viszonyának rendezésével nem foglalkozik, amit a Magyar Orvosi Kamara is kifogásolt. A kamara felvetésére Takács Péter államtitkár úr elismerte, hogy az előterjesztés nem egy komplex program, hanem a változások elindításához szükséges törvényi hátteret akarják megteremteni, mivel a teljes csomag majd 2023 első negyedévében kerül a parlament elé. A törvényjavaslat újabb ékes példája a felelőtlenül és átgondolatlanul meghozott kormányzati döntéseknek. A belügyminisztérium a javaslatcsomagról elmulasztott például a magyar orvosok szakszervezetével egyeztetni. Ezt a hiányosságot pótolva tolmácsolni fogom önök felé a szakszervezet Mi Hazánk mozgalomhoz eljuttatott szakmai véleményét. Álláspontjuk szerint a törvényjavaslat szembe megy az egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalók és a betegek érdekeivel, ugyanis a 3 órás munkába járásra kötelezés, a szakellátás államosítása, a 20%-os illetmény megvonás, a praxis jog megcsonkítása, valamint a házi orvosok kötelező ügyeltetése tovább mélyíti az egészségügy humán előforrás problémáit, ami súlyos ellátási problémákhoz vezethet. A Mi Hazánk mozgalom véleménye szerint az egészségügyi reform első és legfontosabb lépésének a finanszírozás rendbetételének kellene lennie. Ez 2019 év végén még a kormány is így gondolta, amikor az 1798/2019. december 23-án kelt határozatával elrendelte az egészségügyi finanszírozási és ellátási rendszer átalakítását, azzal a céllal, hogy a finanszírozás valós költségekre épüljön, ami megakadályozhatja majd az adósságok újratermelődését. A koronavírus járvány miatt a finanszírozási rendszer átalakítása háttérbe szorult, és a mai napig nem történt meg. Ráadásul a határozatot még a törvényjavaslat benyújtása előtt, november elején, pontosabban november 2-án hatályon kívül helyezték, nyilván azért, hogy ne lehessen a végrehajtását esetleg számon kérni. Azóta a helyzet csak súlyosbodott, ugyanis a járványra való tekintettel az egészségügyi intézmények teljesítmény finanszírozás helyett átlagfinanszírozásban részesülnek, ami azt jelenti, hogy több pénzt kapnak, mint amennyit a teljesítményük indokolna. A NEAC főigazgatója még nyáron elismerte, hogy a többletfinanszírozás ellenére az intézmények az idén kevesebb beteget láttak el, és az eladósodás mégis nőtt ennek ellenére. Becslések szerint a kórházak adóssága év végére elérheti a 60 milliárd forintot, aminek a kormánya 3/4-ét fogja majd kifizetni. A finanszírozási rendszer államtitkár úr véleménye szerint is 15 éve vár már ráncfelvarrásra, éppen ezért érthetetlen számunkra, hogy a jelenlegi törvényjavaslatból miért maradt ki a finanszírozás reformja. Azt pedig különösen aggályosnak tartjuk, hogy államtitkár úr a kamara felvetésére azt válaszolta, hogy a finanszírozás kérdése nem igényel törvényi szabályozást. Ez azért nagyon beszédes, mert eszerint a kormány az egészségügy finanszírozását saját hatáskörben akarja módosítani. A Mi Hazánk mozgalom egyetért a kamarával abban, hogy a köz- és magánellátás viszonyának rendezése nélkül az egészségügy problémái nem oldhatók meg. Álláspontunk szerint ugyanis nincs két egymással párhuzamosan működő egészségügyi rendszerre elegendő személyzet ma Magyarországon.
Ezért a biztonságos betegellátás érdekében lehetővé kell tenni az állami és magánszektor között szabad, de szabályozott átjárási lehetőséget. A közellátás már a járvány előtti években is létszámhiányos volt. A kórházi osztályokat, szakrendeléseket úgy tartották fenn, hogy az orvosok és ápolók 2-3, illetve 4 helyen is dolgoztak egyszerre, alkalmazotti jogviszony és személyes közreműködő jogviszony keretében. Az egészségügyet a koronavírus járvány kitörése óta betegség, elhalálozás, az egészségügyi szolgáltatói jogviszony bevezetése, a kötelező COVID-oltás elrendelése, illetve a magánegészségügy elszívó hatása miatt 20 ezer orvos, illetve ápoló hagyta el. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a létszámhiány miatt katasztrofális állapotba került, és kerülhet még a betegellátás. Határozatlan időre bezárnak kórházi osztályok, szakrendelések, amit gyakran karbantartással, felújítással, átszervezéssel, költözéssel magyaráznak. Műtétek csúsznak vagy maradnak el, a várólisták az égig érnek, a betegek vagy messzebbre utaznak, vagy ha a pénztárcájuk megengedi, a magánellátást választják. A törvényjavaslat szerint 2024. januárig kivezetik az orvosok és ápolók személyes közreműködői jogviszonyát, mely jogviszony létesítésének valójában már a katatörvény drasztikus módosítása véget is vetett. Az egészségügyi személyzet rugalmasságát ezentúl nem plusz díjazással, hanem kompenzáció nélküli kirendeléssel fogják biztosítani. A vármegyei kórházak ugyanis az orvosokat és ápolókat napi 3 órás munkába járásra is kényszeríthetik. A Mi Hazánk mozgalom ezt elfogadhatatlannak tartja, hiszen az állandó ingázás és bizonytalanság családok széthullásához vezethet. A szakszervezet álláspontja szerint több ezeren nem fogják aláírni az új munkaszerződést, ami fokozni fogja a munkaerőhiányt. A kormány felkészületlenségét és következetlenségét mutatja, hogy minden idők legnagyobb orvosi béremelését úgy hajtotta végre, hogy az orvosok fizetése kizárólag a pályán eltöltött évek számától függ. Nem befolyásolja az elvégzett munka mennyisége és minősége. Emiatt tipikusan hálapénzes területeken, például a nőgyógyászok nem motiváltak abban, hogy szombat éjjel is bemenjenek levezetni egy szülést vagy műtétet, mert fix fizetést kapnak. A törvényjavaslat ezt a hiányosságot pótolja azzal, hogy az orvosok és az ápolók bérét teljesítménytől tenné függővé, amivel alapjaiban egyet is lehet érteni. Nem fogadjuk el viszont azt, hogy 20%-os fizetéscsökkenés lehetősége merül fel azzal szemben, a miniszterelnök úr korábbi ígéretével szemben, és ez további pályaelhagyást, vagy esetleg a magánszektorba történő elvándorlást okozhatja. A Mi Hazánk mozgalom nem ért egyet a szakrendelők államosításával sem, még akkor sem, ha államtitkár úr a kamarának tett ígérete alapján a rendelőintézetek önkormányzati tulajdonban maradnak. Az állam fenntartó szerepét tölti majd be. Nem látjuk igazoltnak azt, hogy az állam gondosabb gazda lenne az önkormányzatoknál. 2012-ben ugyanis a kórházakat az adósságállomány konszolidációjának ürügyén vették el az önkormányzatoktól, az adósság újratermelődését azonban azóta sem sikerült megállítani. A szakszervezetek véleménye szerint, amennyiben a szakrendelők a vármegyei kórházak irányítása alá kerülnek, a dolgozók a vármegyei kórházak ambulanciáin fognak kikötni, az idős orvosok és ápolók el fogják hagyni a rendszert, és a járóbeteg szakrendelésekhez helyben való hozzáférés lehetősége is csökkenni fog. A törvényjavaslat alapján az alapellátási körzetek meghatározásának és a praxis jogok kezelésének jogát az Országos Kórházi Főigazgatóság veszi át az önkormányzatoktól. A tervek szerint ugyanis legkésőbb 2028. január 1-ig megszüntetnék az 1200 fő alatti házi orvosi praxisokat, amivel azt a problémát akarják orvosolni, hogy országosan összesen 687 betöltetlen praxis van, Budapesten pedig január óta 23%-kal nőtt az üres praxisok száma. Bár a házi orvosi körzeteket az okfő az önkormányzatok bevonásával határozza majd meg, félő, hogy a döntést olyan személy fogja meghozni, aki nem ismeri az adott területet. De nézzük tovább. Álláspontunk szerint a személyhez kötött vagyoni jognak minősülő praxisjog kiürítéséhez vezethet, hogy a törvényjavaslat szerint a praxis jogát elidegeníteni szándékozó orvos csak akkor dönthet a vevő személyéről, ha az okfő nem jelöl ki más vevőt.
Nem értünk egyet azzal sem, hogy a védőnők a jövőben a városi kórházaknál lennének alkalmazotti állományban, hiszen a védőnők a házi gyermekorvosok praxisához vannak rendelve, ami átláthatatlan működéshez vezethet. Az előterjesztés alapján az alapellátási ügyeletet a főváros kivételével az országos mentőszolgálat látja majd el. A feladatra az önkormányzatok nem köthetnek újabb szerződést, a meglévők 2024. januártól hatályukat vesztik. Ezzel az intézkedéssel az alapellátási ügyeletet jelenleg ellátó 200 mikrovállalkozás működése teljesen el fog lehetetlenülni. Korábbi szóbeli kérdésemben felhívtam már a figyelmet arra, hogy az ügyeleti rendszer átalakítása humán erőforrás és eszközpark bővítés nélkül kegyelemdöfés lesz a mentőszolgálat számára. A mentősök leterheltségük miatt a saját feladatukat sem tudják mindig kifogástalanul elvégezni, ha az ügyeletet is el kell látniuk, félő, hogy sürgős esetekhez nem tudnak időben kivonulni. A kötelező háziorvosi ügyelet kapcsán a szakszervezet arra is felhívta a figyelmünket, hogy az előregedett háziorvosi kar nem vállalja majd az ügyeletet. Az idős háziorvosok kiesése miatt a nappali ellátás veszélybe kerülhet. Kifogásolták továbbá azt is, hogy a háziorvosi ügyelet nem véletlenül lett este 10-ig meghatározva, mert munkajogi szempontból nem számít éjszakai munkavégzésnek, így a várandós vagy 3 éves kor alatti gyermeket nevelő háziorvosok nem jogosultak ez alól felmentésre, amit a Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tart. A törvényjavaslat szerint a kórházak helyett a szociális ellátásba kerülnének át, akik tartós ápolásra, gondozásra szorulnak, és jelenleg a kórházak elfekvő részlegein vannak elhelyezve. Ebből a célból szakápolási központokat alakítanak ki, ahova a betegekkel együtt az ágyak és a személyzet is átkerülnek. Az átadott dolgozók egészségügyi szolgálati jogviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Garanciaként az illetményük nem lehet kevesebb, mint az átadást megelőző 6 hónap átlagos jövedelme. Bár a részletszabályok ismerete nélkül nem tudjuk, hogy a szakápolási központok hol kerülnek kialakításra, álláspontunk szerint az egészségügyi dolgozók átadása a szociális intézményekbe bérfeszültséghez vezethet, tekintettel arra, hogy a szociális szférában még tőlük is kevesebbet keresnek. Nem értünk egyet azzal sem, hogy amennyiben a beteg nem járul hozzá az áthelyezéséhez, vagy jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nem tudja vállalni a személyes térítési díjfizetését, akkor hazaküldik a kórházból. Ismerve a kormány szociális gondoskodásról felállított új felelősségi rendjét, súlyos következményei lesznek annak, ha a tömegek szorulnak ki az ellátásból, mert nincs pénzük az ápolás finanszírozására. Itt óriási jelentősége lenne az otthon ápolás komolyabb támogatásának. Összességében a törvényjavaslat ebben a formájában az egészségügy válságának az elmélyítéséhez, az alap- és szakellátás hozzáférhetőségének és minőségének romlásához fog vezetni. Továbbá álláspontunk szerint a kormány nem várhatja el az abban foglaltak betartását, hiszen az egészségügy finanszírozásának átalakításáról hozott saját 2019 évi döntését a mai napig nem hajtotta végre. És 10 éve nem tudja megállítani a kórházi adósságok újratermelődését. Követeljük, hogy a kormány az egészségügyi reform során vegye figyelembe az egészségügyi dolgozók és a betegek érdekeit, ebből a célból az eddig kifelejtett szakszervezetek és betegjogi szervezetek képviselőivel is folytasson széleskörű társadalmi egyeztetést. A részletszabályokat pedig a lehető leghamarabb szeretnénk megismerni. Köszönöm szépen!